Valaki, aki nem csak Budapesten, nem csak Magyarországon, hanem még Európában is képviseli ezeket az ügyeket, megismerteti a világgal a problémát. Fogadjátok szeretettel kerékgyártókat itt! Sziasztok! Sziasztok mindenkinek! Olyan deja vu érzésem van, mert nem olyan régen álltunk így ugyanígy. Akkor adtuk be a parlamentbe, ha emlékeztek, Kövér László titkárságára az akkori petíciókat, illetve követelésünket. Azóta több mint két helyt telt el, és azóta még nem válaszoltak rá. Én igen mérgesen rákérdeztem már, arra szeretnélek kérni titeket, hogy a Facebookon Tállai András úrtól, Rogán úrtól, Orbán úrtól, illetve a 116-októl, akik ugye megszavazták a forintosítási törvényt, légy szíves, ti is kérdezzetek rá, hogy miért nem állnak már szóba velünk. Ott van a követelés, feketén-fehéren leírtuk, hogy mit akarunk. És nem válaszolnak. Ha hagyjuk, hogy ne válaszoljanak, akkor nem is fognak. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy sokkal intenzívebben cseszegessük őket, ők is cseszegetnek minket. Azt hiszem, egy héttel ezelőtt jártunk a bankokban, az Erste Bankban, AXA, illetve a Raiffeisen Bankban. Az a tanulsága volt számomra legalábbis, hogy az ügyintézők nem tudnak semmit. Nem biztos, hogy azért nem tudnak, mert buták lennének hozzá. Valószínűleg nem engedik nekik, hogy tudjanak, mert mi már annyira jól informáltak vagyunk, hogyha bemegyünk 4-5-en, és elkezdjük megdolgozni az ügyintézőt, előbb-utóbb kikottyintaná az igazságot. Ezért van az, hogy csak panaszlevelet lehet írni, amit valahol a homályban egy névtelen, arctalan ember majd egyszer csak meg fog válaszolni. Lehet, hogy nem jutunk ehhez az arctalan emberhez, de én arra buzdítok mindenkit, hogy másodmagával, harmadmagával menjünk be a bankba, amikor eszünkbe jut egy új kifogás az elszámolásunkkal kapcsolatban, amikor eszünkbe jut az, hogy kérem szépen nekem másfélszeresére nőtt a tőkém, és hol van ez a tőke, én azt kérni szeretném, akkor megint menjünk be a bankba, és írjunk még egy panaszlevelet. Előbb-utóbb el fogjuk érni, hogy olyanokat írnak, amit a későbbiek folyamán bármikor fel tudunk használni. Most szerintem ez a legtöbb, amit megtehetünk, hogy egyrészt a bankokat, másrészt pedig hát a kormányt fogjuk felelősségre vonni, mert ugye a bankokban mindenhol azt kaptuk, hogy ők a törvényeknek megfelelően jártak el, menjünk oda, ahol a törvényeket hozták. Hát menjünk oda, ahol a törvényeket hozták. Nincs ezzel semmi probléma. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy megint itt vagyunk. Remélem, hogyha zárásra kerül a sor, akkor még sokkal többen leszünk. És még egyszer arra szeretnék kérni mindenkit, hogy keressétek meg a Facebookon ezeket az embereket, és tegyétek fel nekik ezt a kérdést, hogy hol van a válasz a követelésünkre. Mi tervezzük egy olyan két héten belül, hogy bemegyünk a képviselőkhöz, és interjút fogunk velük megint készíteni. Addigra jó lenne, hogyha már egy kicsit idegesek lennének a sok-sok kérdéstől. Úgyhogy köszönöm szépen az együttműködést!